Áldott az Atya és Fiú és Szentléleknek országa, most és mindenkor és örökkön örökké. Békességben könyörögünk az Úrhoz. A mennyei békért és lelkünk üdvösségéért könyörögünk az Úrhoz. Békességért, Isten szent egyházainak jólétért, és mindnyájunk egyesítéséért, könyörögünk az Úrhoz. Ezen szent halék és mindazokért, kétel buzgósággal, és isteni félelemmel járnak, könyörögünk az Úrhoz. Szerető Milán és Nílus püspökeinkért, a tisztes áldozó papságért, a Krisztus szerinti segélő papságért, az egész egyházi rendért és a népért, könyörögünk az Úrhoz. Ezen községért, minden városért, községét és vidékért, s az azóban lakó hívekért, könyörögünk az Úrhoz. Kedvező mérsékletért, a föld termine bőségért és békességes időkért, könyörögünk az Úrhoz. A hajószókért, utazókért, betegekért, fáradozókért, foglyokért, és ezek szabadulásáért, könyörögünk az Úrhoz. Mentsen meg minket minden aggódástól, halaktól és szükségtől, könyörögünk az Úrhoz. Hatalmas, ments meg, könyörj és őrizzen minket, Isten, a te kegyelmeddel. Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királyninkat, az Isten szülés mindenkor Szűz Máriát minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást is, egész életünket, Krisztus Istenőnek ajánljuk. Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szentlélek most is, mindenkor, és örökkön örökké. Ismét békességben könyörögünk az Úrhoz. Oltalmaz, ments meg, könyörj és őrizze minket, Isten, a te kegyelmeddel.
szentebb, legtisztább, legáldott a dicső királyninkat, az Isten szülés mindenkor Szűz Máriát, minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást is, egész életünket, Krisztus Istenünknek ajánljuk. Mert tiéd a hatalom, tiéd az ország, az erő és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek most is, mindenkor, és örökkön örökké. Egyháza teljességét önéz meg, szenteld meg azokat, akik házanékességét szeretik, te viszont dicsőd meg Isten előben, és ne adja mindegy, hogy benned bízunk. Ismét békességben könyörögünk az Úrhoz. Boldog az, ments meg, könyörű és őrizz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királyninkat, az Isten szülés mindenkor Szűz Máriát, minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást és egész életünket, Krisztus Istenünknek ajánljuk. Mert jóságos és emberszeret Isten, vagyis téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most is, mindenkor, és örökkön örökké. Aki nekem közel, a
Atya és Fiú és Szentlélek, most is, mindenkor, és örökkön örökké. Hogy benne lakik az egész teljesség, s hogy általában
építsen ki magában mindent, ami akár a földön, akár a mennyben van, azzal, hogy keresztjének vérével, békességet szerzett mindenek. Békesség, néked bölcsesség, figyelmeszünk! Hallgassuk a Szent Evangéliumot, békesség mindnyájatoknak. És a lelkedet. Szent Lukácsi, Szent János Evangéliumának olvasása. Figyelmezzünk! Azon időben jöve Jézus a galarénusok tartományába, mely Galileának átellenében vagyon. És amint kiszállott a szárazra, egy férfiú jöve elé a városból, kiben ördögök valának, már sok idő óta, és nem öltözött ruhába, sem házban nem lakott, hanem a sírboltokban. Ez, amint meglátta Jézust, leborul előtte, és fölkiáltva nagy szóval mondta, mi közöm veled, Jézus, a magasságbeli Istennek fia, kérlek téged, ne gyötörj engem, mert parancsolt a tisztátalan léleknek, hogy menjen ki az emberből, mivel már sok idő óta gyötörte őt, és meg vala kötözve láncokkal, és bilincsekben üriztetik, de elszaggatván a kötelékeket, a pusztákban űzetik az ördögtől. Kérdé pedig őt Jézus mondván, mi a neved? Az pedig mondta a sereg, mert sok ördög ment vala beléje, és kérik őt, ne parancsolja nekik, hogy a mélységbe menjenek. Vala pedig ott nagy sertésnyáj, legelvén a hegyen, és kérik őt, engedje meg nekik, hogy azokba menjenek, és megengedi nekik. Az ördögök tehát kimenvén az emberből, a sertésekbe menének, és a nyáj a tóba rohana, és megfullana. Mely dolgot látván a legeltetők, elfutálnak és megjelentik a városban és majorokban, kimenének tehát látni, mi történt, és Jézushoz jövének, és ülve találák az embert, kiből az ördögök kimentek vala, felöltözötten, és épisszel az ő lábainál, és megfélemlének, és elbeszélik nekik, akik látták vala, mint szabadult meg a sereg ördögtől, és kérült a gerazenusok tartományának egész népserege, hogy távozzék el tőlük, mert nagy félelemben valának. Ő pedig a hajóba menvén visszatér el, és kérült a férfiú, kiből kimentek vala az ördögök, hogy vele lehessen. De Jézus elbocsáta őt mondván, térj vissza házadba, és beszéld el, mely nagy dolgot cselekedett veled az Isten, és az egész város teljára hirdetvén, mely nagy dolgot cselekedett vele Jézus. Beménve tehát ismét a tanácsházba Pilátus, és szólítva Jézust mondta neki, te vagy a zsidók királya, feleli Jézus, magadtól mondod ezt, vagy mások mondották neked, én felülem. Feleli Pilátus, vajon zsidó vagyok-e én, a te nemzeted és a főpapok adtak téged kezembe, mit mivel tél? Feleli Jézus, az én országom nem e világból való, ha e világból volna országom, az én szolgáim harcra kellének,
hogy kézbe ne adassam a zsidóknak. Most azonban országom nem innét való, mondta erre neki Pilátus, tehát király vagy te. Feleli Jézus, te mondod, hogy én király vagyok, én arra születtem, és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Minden, aki az igazságból vagyon, hallgatja az én szómat. Krisztusban, kedves testvérek, dicsőség Jézus Krisztusnak! A múlt heti evangéliumi szakaszban, hogyha felidézzük, akkor eszünkbe juthat, hogy két emberről hallottunk. Az egyik embernek a neve nem ismert, de tudjuk róla azt, hogy csak az evilági élvezeteknek élt, a dúsgazdag emberről van szó, míg a másik embernek a neve Lázár volt, amely nevet, hogyha lefordítunk, akkor megtudjuk, hogy ez a név azt jelenti, hogy Isten segített. Tehát ez azt jelenti, hogy Lázár mindig tudott a jó Istenben reménykedni, belehelyezni az ő reménységét a gondviselő Istenben. A mai evangéliumi szakaszban Krisztus feltesz egy kérdést ennek a megszállott gadarénusi embernek, hogy mi a neved? És hogy hogyan válaszol? Azt mondja, hogy sereg. Más fordításokban légió. Sőtön magyarázatot is ad Szent Lukács evangélista, mert sok ördög tartja őt megszállva. És ezek az ördögök teljesen elveszik ennek az embernek az emberi méltóságát. Mennyire? Ruhátlanul jár, nincsen hol laknia, a sírboltokba tanyázik. Az emberek fogják és lánccal megkötözik, mégis ő elszakítja láncait, és a pusztába megy. A pusztába szalad. Mert erősnek tűnik ez az ember. Ha kicsit elgondolkodunk ezen, akkor láthatjuk azt, hogy mennyire a sátánnak a játéka ez vele. Mert a sátán tud sokat ígérni, keveset adni, és a végén mindent elvenni. Sokat ígér, keveset ad, és a végén mindent elvesz. Látjuk ettől az embertől, még a nevét is elvette. Mert ennek az embernek az eredeti neve, biztos vagyok benne, hogy nem az volt, hogy légió, vagy sereg. Elvette ettől az embertől a nevét, elvette emberi méltóságát. A kérdés, hogy mi a neved, az felénk is elhangzik. És tudnunk kell erre a kérdésre válaszolni. Gyermekkorban valaki gyermekek, milyen könnyű ez a válaszadás. Olyan őszintén szokták a gyermekek megmondani, hogy hívják őket. Tehát felnőtt korban azért már nem ennyire evidens a dolog. Sőt, még teszünk fel kérdéseket is. Válaszolunk rá kérdés formájában, hogy melyik nevünket mondjuk. Vezeték nevünket? Kereszt nevünket? De talán Bece nevünket? Hát természetesen sokkal mélyebbre kell mennünk ennek a válasznak a megadásában, mert ha belegondolunk arra a kérdésre, hogy mi a nevünk, úgyis válaszolhatunk, hogy kik vagyunk. Én vagyok
és ugye mondjuk a nevünket. Tehát tudnunk kell, hogy kik vagyunk valójában. Keresnünk kell erre a kérdésre a választ. De magunk nem tudjuk ezt megtalálni. Mint ahogy ez a gadarénusi ember sem tudta ő, ki ő valójában, úgy nekünk is nagyon sok, mondhatnánk légiónyi, seregnyi, rossz szokás, néha hitetlenség, néha vallástalanság, egoizmus van az életünkben, ami nehézé teszi azt, hogy megmondjuk valójában, kik is vagyunk valói, kik is vagyunk mi. Ki segíthet tehát? A mai evangéliumi szakaszban Krisztus jön el a gadarénusok tartományába, és ezt az embert, akitől megkérdi, hogy mi a neved, meggyógyítja. Kiűzi belőle az ördögöket. Ennek az embernek az élete megváltozik. A Krisztussal való találkozás megváltoztatja az ember életét. Tessenek megfigyelni, mi történik. Amikor megérkeznek a városból az emberek, kit találnak ott? Milyen embert? Egy felöltözött, épp ízzel rendelkező embert. Ehhez viszont az kellett, hogy az ember az ő urával és Istenével találkozzon. Fontosak ezek a mindennapi találkozások ahhoz, hogy az ember méltóság teljes életet tudjon élni. Mert a Krisztussal való találkozás megmondja nekünk, hogy kik is vagyunk mi valójában. Amely válasz nem más, mint Isten gyermekei. Hisz Isten bennünket a saját képére és hasonlatosságára teremtett. Ez az Isten képiség. Ez az, amely az emberi méltóság alapját adja. És ez csak Krisztus által tudunk eljutni. Akarjunk vele minden egyes nap találkozni. Kapcsolatot tartani vele. Hogy méltóság teljes életet tudjunk élni. A mai vasárnap is erre hívja fel a figyelmünket. Hisz ma Krisztus király vasárnapja van. 1925 óta van elrendelve ez az ünnep, és folyamatosan minden évben felhívja a figyelmünket arra, hogy Krisztust életünk urává és uralkodójává tegyük. Életem urává és uralkodójává, hogy Szent Efrém is mondta. Mennyire fontos az, hogy ezáltal mi kiszabaduljunk a fogságainkból, tömlöceinkből, vélt vagy valós rabságunkból, és ezáltal Istennek tetsző, méltóság teljes életet tudjunk élni. Amen. Mondjuk mindjárt teljes lelkünkből és teljes elménkből mondjuk. Mindenhatalmunk atyának Istenek kérünk téged, hallgass meg minket és könyörülj. Könyörülj rajtunk, s a nyírgalmasságot szerint kérünk téged, hallgass meg minket és könyörülj. Könyörögjünk még Isten szerető Milán és Nílus püspökeinkért, lelki atyáinkért, s Krisztusban minden atyánk fiáért. Hozzáadulunk,
Istenünk, hallgass, imádságunk és könyörgésünk szavát. Könyörülj, Erika és Béla, házassági évfordulójukat ünneplő szolgáidon, családjukon, kegyelmeddel és irgalmasságoddal, és teljes időszes jó kérelmeiket, bocsáss meg minden szándékosan vagy akaratlanul elkövetett vétkezéseiket. Hadd, hogy kedvesek legyenek imádságaik és irgalmas cselekedeteik a te felséged király szék előtt. Oltalmazd őket minden látható és láthatatlan ellenségtől, minden incselkedéstől, bajtól, aggodalomtól és betegségtől. Adj nekik egészséget és hosszú életet, mondjuk mindjárt dolunk, hallgass meg minket és könyörülj! Tekints kegyes szemekkel ember szerető uralkodó Erika és Béla házassági évfordulójukat ünneplő szolgáidra, és hallgass meg hittel felajánlott esedezéseinket, mert magad mondtad, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, amit imádkozva kértek, és meg lesz nektek, és ismét kérjetek, és adatik nektek. Azért mi is bár méltatlanok, bízva irgalmadban kérünk téged, add a te kegyelmedet, itt megemlített szolgáidnak is teljesítő jó kívánságaikat, őrizd napjaikat, békés, csendes, egészséges és hosszú életben, mondjuk minnyájan, gyorsan hallgass meg minket is, kegyesen, könyörülj! Könyörögj még az itt jelenlévő, s tőle nagy és bőkegyelmeket váró népért, ami óta őinkért, s minden igaz hitű keresztényért. Mert irgalmas és ember szerető Isten vagy, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek most is mindenkor, és örökkön öröki. Oh,
egységes, egyetemes főpásztorunk Ferenc pápáról, Isten szerető Milán és Nílus püspökeinkről, az összes papságról és az egész egyházi rendről, ezen szent haléknak boldog és örök emlékű alapítóiról és jótevőiről, s mindnyájatokról igaz hitű keresztények, emlékezzék meg az Úristen az ő országában, mindig, most is, mindenkor, és örökön öröki. Isten felé, József felé, a fejtő szemtevő, tiszti Józsban, és adott szemtevő, hogy nincsenek most is mindenkor és örökkön öröké. Amen. Békesség mindnyájatoknak. És a teleket. Szeressük egymást, hogy egyetértőleg voljuk. Az Atyaj, s a Fiú, és a Szent Lelket. Figyelmezünk, mindenki is földnek, minden látható és láthatatlan dolgnak teremtőjében, és az egyorban, Krisztus Jézusban, Istennek egyszülött fiában, ki az atyától öröktől fogva született, világosságtól világosságtól, igaz Isten, igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával a bűnösségünk miatt megölettek, aki méretünk kimerekedett, és a bűnösségünkért megvásárolt, és a megtestesült a Szent Lélektől, Jézus Mária, és emberé lett, és megfeszítetett méretünk Pontius Pilátus alatt, és szenvedett, és eltemettetett, és föltámadott a hadoltázások szerint, és fölment a mennyekbe, és az Atyának jobbján, és ismét eljárt a csősvégül érteni elegendős voltakat, és az ő országának nem lesz vége, és a Szent Lélekben próbál is eltöntő, ki az Atyától is időt származik, ki az Atyának is időt a kicsütetek, viszont a proféták által, hiszek egy szent katolikus és a testvérhez a Atyázban, vallok egy kerességet a bűnök bocsánatában, várom a holtak föltámadását, és az eljövendő örök életet. Amen. Álljunk külön, álljunk félelemmel, figyelmezzünk, hogy a szent áldozatot békességben fölajánljuk. A békesség Krisztus malasztja az Atya Isten szeretete, és a Szent Lélek közöldetése legyen mindnyájatokkal. Téged magasztani, téged állani, téged is hűteni, neked hálát adni, téged állni, mert úgy imadom, aki fülünk és
láthatatlan, megfoghatatlan, örök és váltó szeretni Isten, és a Tej szűrni viszont neked, Te bennünket örömbénél hoztál, és mint a mesélyt is még fővető, és Szent lelked, szent vagy is legszentebb, s magasztos a te dicsőséget, különhúgy szerette, miképp beszél fiatattad, hogy mindaz a kében és szelleme szemben őkered legyen. Jöjjön és irányunk, minden ugozás betöltvén, azon éjjel, melyen átadatok, mint a lomadat. Szent, tiszta és szeplőtelen kezében kérlek, hálát adván, megáldván, megszentelven és megtövén, szent tanítványainak és apostolainak alá mondván. Megtöretik a bűnök bocsánatára. Így adok ebből mindnyájan, ez az én vérem az új szövetségé, mely hirdetetek is sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Mindnyájunkért és mindenekért. Minden szent lelkedetel, s ezen lemültövő ajándékokra. És tedd ezt a kérdőt Krisztus a drága testévé, s a kehelyben Krisztus a drága vérévé. Hátál beszélni szent lelkedetel. A belemben az ember, nem pedig időelkerezete. Felelőni nekünk, ezen a passzolnak, a belemben is, a tanuk, itt valók sőnben. Az Isten szülő és minden korszis Máriáért.
szegődött emlékezzél meg, Urunk, szentséges főpásztorunk Ferenc pápáról, és Isten szerető Milán és Nílus püspökeinkről, s tarts meg őket szent egyházainak békességben, épségben, tisztességben, egészségben és hosszú életben, hatékosságod igének helyes élet is íre. Csücsük és magasztaljuk a te legtisztesebb és fölséges nevedet, Atya és Fiú és Szentlélek most is mindenkor, és örökkön örökké. És legyen a mi nagy Istenünk és üdvözítő Jézus Krisztusunk kegyelme mindnyájatokkal. Ismét és ismét békességben könyörögünk az Úrhoz. A bemutatott és megszentelt drága ajándékokért könyörögünk az Úrhoz. Hogy a mi kegyelmes Istenünk kedves lelki lagyanat elfogadván azokat szent mennyei szellemi oltárára küldje nekünk Isteni malasztját, s a Szentlélek ajándékát, könyörögünk az Úrhoz. Hogy mentsen meg minket minden aggódástól, adattól és szükségtől, könyörögünk az Úrhoz. Oltalmaz, ments meg, könyörj és őrizd meg minket Isten, a te kegyelmeddel. Hogy ezen egész napot tökéletesen, szentül, békességben és védek nélkül töltsük el, kérjük az Úrtól. A békesség angyalát, a hűséges vezetőt, lelkünk és testünk őrzőjét, kérjük az Úrtól. Bűnénk és vítségénk bocsánatát és elengedését, kérjük az Úrtól. Jókat és hasznosokat lelkünknek, és a világnak békességet, kérjünk az Úrtól. Hogy életünknek hátra részét békében és bűnbánatban töltsük, kérjük az Úrtól. Hogy életünket keresztény módon gyötelem és szégyen nélkül végezzük be, s hogy Krisztus félelmetes ítélő széke előtt jó feledet adjunk, kérjük az Úrtól. A hitnek egység és a Szentlélek közöldetését kérvén, önmagunkat, egymást és egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk. És méltass minket, Urunk, hogy bizalommal, eltérés nélkül bátorkodjunk téged, mennyei Isten, atyáknak nevezni és mondani. Most és mindenkor is örökkön örökké. Amen.
hajtsátok meg az Úrnak. Által, kivel áldott vagy legszentebb jóságos, és ellenőtő lelkeddel együtt, most is, mindenkor is, örökkön örökké. Üdvözítsd Isten a te népedet, és áld meg a te örökségedet! Örökkön örökké.